estét kívánok, Civil Idő magazin műsorunk minden kedves nézőinek. Mai műsorunkban az Eger ünnepe rendezvény programjairól, előkészületeiről fogunk beszélgetni. Vendégeim a stúdióban Román Gáborné, Lisztóczky Mónika és dr. Nagy Árpád, mindhárman a szervezőbizottság tagjai. Jó estét kívánok! Ugye idén szeptember 18-19 és 20-a az idei Eger ünnepe rendezvény sorozatnak a dátuma, és ez a 20. alkalom, hogy a civil egyesületek megrendezik a számukra az év legnagyobb ünnepét, az Eger ünnepét. Mit kell tudni az idei programról, miben más ez, mint az előző években? Maga a rendezvény filozófiája változatlan, a civilekre figyelés, az összefogás, a figyelem, a tetrevágyás, a cselekvés eseménye, de úgy gondoljuk, hogy a mostani 20. ünnep ennek a folyamatnak, a történetnek egy jelentős állomása, mert is úgy gondolom, hogy a város is büszke lehet az Eger ünnepe 20. évfordulójára, és a városban élők is szerintem hasonlóan tesznek. Valójában a civil munka mindig is a város életének része volt. Az ünnepet a kezdetektől fogva támogatja Eger város önkormányzata. Magában a háromnapos rendezvény szervezésében a civil értékek, a hagyományok, a civilek által kifejtett közjóértet, mindennapi cselekvésekre fűzzük föl a programokat, ami ebben az évben bővült sok-sok eseménnyel, de az összefogás mindenképp megnyilvánul. Hány civil egyesület vesz részt az idei ünnepen? Közel 100 szervezet csatlakozott a különböző kulturális szolgáltató jellegű sátras programokhoz vagy a sporteseményekhez, és ami nagy megelégedés számunkra, hogy a partnerség mint civil érték jegyében nagyon sok együttműködő is részt vesz a szervezésben. Közintézmények vagy állami szervek, szervezetek, akik ezt az együttműködést fontosnak tartják. Ha nézzük a három nap programját, a három napot, mi az, amit ki lehetne emelni? Hát hiszen ugye a teljes programot azt nem tudjuk felsőni, nagyon gazdag és igen, nagyon színes. Igen, valójában itt órákat lehetne eltölteni vele. Azzal kezdeném, hogy az esemény beköszöntő rendezvénye már szeptember 14-én délután 5:30-tól lesz. A Városháza üvegtermében nyílik a 20 év a város szolgálatában civil együttműködés történetéről készült kiállítás. A 17 transzparensen tárlóban nem csak az Eger ünnepe történeti anyagok, hanem a város civil együttműködésének számtalan dokumentuma is bemutatásra kerül. Ez egyébként szeptember végéig látható. És ha azt mondom, hogy a TV Eger jóvoltából egy 25 perces kis dokumentumfilm is készül az eltelt időszak eseményeiről, szervezetekről, jeles civil személyiségekről és az ünnep pillanatairól, akkor ez időtálló érték marad a civilek történetében, de a város történetében is. És hát a napok jellegéből adódóan számunkra fontos, hogy 18-án egy párbeszéd a partnerségért szimpóziumra az ország különböző városaiból hívunk vendégeket az Egri Civil Kerekasztal rendezvénye. A civil hálózati együttműködés szakemberei egy eszmecserét folytatnak a civil szektor aktuális együttműködési helyzetéről, és hát helyzetkép a szimpózium mottója, az eszmecsere erről folyik, és erről majd kiadvány is készül. Ugye ez van pénteken, még pénteken lesz egy nagyon érdekes program, ha jól tudom, akkor este. Igen, hát ma pénteki nap a város épületeiben, közterein, utcáin zajlik mobilitási hét város virágos egerészép környezetért. Diátadó, igen, kiállítás megnyitók, de a Fény nemzetközi évében de egy különleges esti élmény, fény, fotózás programra várjuk az egrieket a Dobótérre. Ez 7:30-kor kezdődik. Különleges fénytechnikával
családi fotók készülhetnek, reméljük érdekes. Ez nagyon érdekes programnak, és ez egy új elem. Ilyen még nem volt. A másik két napon ugye a kulturális programokról majd a Mónika, illetve a sportprogramokról Árpád fog beszélni, de a szombati napon esetleg a sátrak kínálatáról, hogyha valamit megtudhatunk. Igen, valójában szombaton 9:30-tól van a civil nap megnyitója az Érsekkertben. Nagyszabású eseménynek gondoljuk. A megnyitó programjában kerül átadásra, én már 4. alkalommal a ProAgria szakmai díj a civil munkáért, de a programsorban, a sátras kirakodásokban a közel 70 szervezet azt a fajta tevékenységét, programját mutathatja be, ami a szervezeti élettel, vagy az ilyen városlakókkal való találkozás során megmutatható, mert lesz ebben egészségsziget, szűrés, itt az Eger ünnepe pazlajátékra biztatjuk a családokat. Ez is egy új dolog. Igen, egyszer már kipróbáltuk, egy 60 elemes játék a sátrak között kereshetnek élményt a résztvevők, de lesz kézművesség, könyvemutató, kisállatsimogató, tehát az egész nap... Egy családi nap. Igen, ott tartja az embereket, igen. Legalábbis szándékaink szerint, igen. És akkor nagyon fontos elem mindig is az volt a színpadi programok, illetve a kulturális kísérő programok. Ezekről mit lehet tudni? És szombaton a megnyitó után 10 órától a nagy színpadon, az Érsekkertben felállított nagy színpadon lesznek azoknak a szervezeteknek a bemutatói, akik jelentkeztek a Eger ünnepére. Ebben van tánc, modern tánc, néptánc, dalok, különböző műfajban, zene, természetesen a Regli család segítő csoportjait is szívesen látjuk. Úgyhogy közel 30 csoport fog bemutatkozni. Ami megint új és régi, a jubileumi évben nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy az Egri szüreti felvonulás ismét az Eger ünnepe része, hiszen hagyományosan az a város ünnepe, a felvonulás, a mindenkit kell, hogy érintsen, vagy a lakosságot, a szervezeteket. Úgyhogy ennek a felvonulói borlovagok, fertálymesterek, hagyományos borbarát hölgyeken kívül a hagyományőrzők, népdalkörök, szőlőkoszorú, néptánc együttesek. Mikor kezdődik a felvonulás? A felvonulás 3-kor kezdődik, a minaret előtt elől indulunk, és az Érsekkerti színpadhoz érkezünk, 4 órakor tervezzük a megnyitó műsort, ahol a hegybíró megkapja a szőlőkoszorúját, tehát ezek a hagyományos elemek vannak benne, de megszólítottuk a kulturális, az Egri civil kerekasztal kulturális szekcióit is, hogy csatlakozzanak a menethez, úgyhogy számtalan civil szervezetet is láthatunk felvonulni táblákkal és magukat megmutatva. Illetve várják gondolom a lakosságot is, tehát bárki csatlakozhat természetesen a felvonuláshoz. Bor, pogácsa és szőlőkínálással hagyományosan. A szombati napon a színpadi programok meddig tartanak? 3:30-ig tartanak csak körülbelül, és akkor a egyből, igen, várjuk a felvonulókat, és aztán 4-től a szüreti műsor, aztán könnyítünk egy kicsit a műfajon, egy könnyűzenei, a Pannonia Singers Alapítvány könnyűzenei műsora lesz, és aztán Finnugor Fesztiválra is sor kerül, az nagyon érdekesnek mutatkozik, Komi és Mordvin néptánc és népzenei együttesek mutatkoznak be, valamint az Eger ünnepe vendége a Székelyföld Gyöncemei programsorozat is, és az ideérkező vendégeink, a háromszéki táncegyüttes mutatkozik be a népzenei együttesekkel este. Egy világzenei koncertre is sor kerül, úgyhogy nagyon tartalmas egész napot tudhatnak, akik a színpad előtt fognak állni és hallgatni. És vasárnap folytatódnak a színpadi programok, vagy az csak egy napra? Vasárnap is lesznek színpadi programok, azok már a sportnaphoz tartoznak, tehát arról majd Árpád. Igen, és akkor térjünk is át a sportra, hiszen az Eger ünnepének szerves része volt eddig is a különböző sportprogramok, gondolom így lesz ez az idén is. Hát 20 évvel ezelőtt kezdődött el egy folyamat, teljesen egymástól függetlenül kezdtük el szervezni a parátaim az Eger ünnepét, mi pedig a barok futóparádét, és így a 20. barok futóparádi lesz ebbe az évben, tehát jubileumi lesz az is, de a szerencse a kezünkre játszott még több sportprogramot. Egy egész monstre sportprogram lesz, és most megvalósul az, hogy vasárnap már egy teljes napot tudunk kitölteni, nem csak a barokkfutó parádé, hanem a többi sportprogram is.
Nagyon szerencsés találkozás volt az, hogy a Paralimpiai Bizottság megkeresett bennünket, és így kapcsolódó rendezvényként a kerekesszékesek világbajnoksága itt lesz, vívó világbajnoksága itt lesz Egerben, ugyanabban az időpontban. Tehát délelőtt zajlik a barokkfutóparádé, délután pedig ez a sportprogram, amit ők szerveznek. És ugye az Európai Mobilitás Hét keretében is több sportelem zajlik már egy egész héten keresztül. Ennek keretében lesznek kerékpáros ügyességi versenyek, lesz városismereti verseny, tehát színes sportprogram lesz mindenképpen. Ezzel egy időben, amikor zajlik a barokkfutóparádé vasárnap délelőtti órákban. Ez 10 órakor szokott. 10 óra 30-kor van kezdődni. Hát már előtte lehet, hogy gyülekezni. És gondolom, ott a helyszínen lehet nevezni. Már előtte is lehet nevezni, tehát megvannak a honlapon az elérhetőségi címek. Kiemelném benne azt, hogy van külön egy Heves megyei hírlapfutás, amelyik az iskolásoknak, a tanintézeteknek szól elsősorban. Ide már kimentek a felhívások, tehát várjuk a diákságot, hogy megmutassa azt, hogy milyen sportos város vagyunk. Ő részükre külön verseny van hirdetve, ami egy jelentős díjazással jár együtt. A tanintézetek versenyén kívül szeretnénk vendégül látni, és úgy tűnik, hogy sikerülni is fog. Díszvendégként jelen lesz a rendezvényen Monspart Sarolta, a tájfutó világbajnok, aki egyébként ugye a mozgásnak, a sportnak, a futásnak egy apostola. Azért őt gondoltuk meghívni, mert ő volt az egyik, aki biztatott bennünket arra, hogy Egerbe telepítsünk le, szervezzünk meg egy futóversenyt 20 évvel ezelőtt, és ő volt az, aki először elrajtoltatta ezt a mezőnyt. És hát gondoltuk, hogy 20 év után visszatér, akkor megint díszvendégként emelheti a fényét, hogy úgy mondjam, ennek a sportprogramnak. Ugye már 20 éve vannak sportprogramok, mint említette. Milyen népszerűségnek örvendenek ezek? Én úgy gondolom, hogy a vasárnapi programnak a krémjét azt a sportprogramok adják elsősorban. Nyilván mi nagyon örülünk annak, hogy mellette zajlanak szolgáltatások. Zajlik a Paralimpiai Bizottság sportbemutatói, zajlanak egyúttal, kulturális programok vannak a színpadon, tehát ezzel színesebbé, tartalmasabbá tudjuk tenni a vasárnapi sportnapot is. A népszerűség tekintetében azt tudom mondani, hogy hullámzó a részvételi arány, hogy úgy mondjam. Általában talán, hogyha 20 év átlagát veszik, akkor egy 1000 fővel szoktuk elrajtoltatni a barokk futóparádét, tehát megmozgatja az egész várost. És hát azért arra hadd mutassak rá, hogy nem csak a sport része érdekes ebbe, hanem van egy olyan filozófia eleme is egyébként, hogy mutassuk be a barokk várost, tehát az útvonal maga is olyan helyen megy, ami egyúttal felvillantja Egernek az barokk értékeit. Másik pedig, ami szerintem fontos, hogy ez mindenképpen egy sportturisztikai szempontból is egy kiemelkedő esemény lehet, hiszen ide jönnek, itt alszanak már előző napon, tehát gerjeszt egyfajta bevételt. Akkor nem csak Egerből érkeznek nem, hát ide látogatók és versenyzők. Egészen Dunántúltól, Soprontól kezdve nagyon sok futó érkezik ide, tehát egy országos találkozó, hogy úgy mondjam. Ugye a sport és a kultúrán kívül, a sporton és a kultúrán kívül még lesznek kiegészítő programok, kapcsolódó rendezvények, mint például a cukorbetegek találkozója. Lesz még ezen kívül gondolom más kapcsolódó rendezvény is. Igen, emlékfa ültetés például dr. Csizmadia Darab József szőlőnemesítő tiszteletére a viadukt alatt, a Szépasszonyvölgyben a szület folytatódik, a természetes környezetben is az Egri Szület Szépasszonyvölgyi eseményei családoknak ajánlott, és ami nagyon fontos, hogy a fény az sokak számára izgalmas, érdekes, fontos téma. Így 9-től 24 óráig a Líceum Varázstorony programja is. Ez a szombati napon lesz. Igen, tehát annyi minden olyan esemény van, minden napban van kísérő program is, ami reméljük, hogy a jó idővel együtt sok embert kihív. Ajánljuk még szombatesti kísérőnek a Bartakovics Közösségi Házban este 8-tól a szimfonikusok ünnepi koncertjét, és hát ha jó kedvében vannak sokan, akkor csatlakozhatnak például a születi ételételek főzőversenyéhez, de érdekesség lesz, hogy személyes bélyeg készül Eger ünnepére, a kíváncsiak az információs sátorban nézhetik majd meg, lesz Eger ünnepe rádiója, tehát úgy gondoltuk, hogy ha sokan csatlakoztak sokféle élménnyel, de mindenképp a városlakókkal közös élményre számítunk.
és támogatóinknak nagyon köszönjük az együtt dolgozást. Ugye a szervezőbizottság tagjai mindhárman, gondolom a munkát azt már nem most kezdték, hanem hónapokkal, sőt lehet, hogy már fél évvel ezelőtt, és így van ez? Hát gyakorlatilag az előző Eger ünnepe után. Állt fel a szervezőbizottság. Így van, igen. Tehát akkor már el kell az értékelés után el kell azon gondolkodni, hogy hogyan tovább, hogyan lehet javítani, hogyan lehet gazdagítani a programot, vagy megtartani azokat a hagyományokat, amit érdemes, és hát bizony a munka pedig, hát munka mellett azért nagyon be kell osztani, hogy mindenre jusson. Idő. Nagyon sok apró. Igen. Hányan vesznek részt magában a szervezésben aktívan? Egy 12 fős csapat dolgozik együtt, vannak, akik már többször vállalták ezt a feladatot, ez egy jó ízű csapatmunka, ötletet szül. Most ki a szervezőbizottság elnöke, mert nem tudott ugye eljönni. Igen, és ezt nagyon sajnáljuk, mert nagyon színes egyéniség, Valusni Farkas Andrea, a Magyarok Vására Kulturális Egyesület vezetőségi tagja. Nagyon sok ambíció van benne, tehát ötletet szült. És akkor ugye van a lelkes csapat, aki segített mindenben, és ugye a civil szervezetek, akik ugye jelentkeztek az ünnepre. Igen, egyre többen jelentkeznek, új szervezetek is, fiatalon alakult szervezetek, de vannak kitartóak, dobókaticáik, akik tradicionálisan sok évvel ezelőtt kezdték a munkát. Ugye, igen? Talán csak arra szeretnék még rámutatni itt a szervezéssel kapcsolatban, kiegészítve itt a szervező társaimat, hogy hát minden programelemnél egyébként egy sokkal szélesebb összefogásra is szükség van, hiszen mondjuk a mi rendezvényünkre, a barokkfutó parádére gondolok, ott azért az önkormányzat segítsége nélkül, a közterületfelügyelők, a rendőrség segítsége nélkül, a körcsarnok segítsége nélkül, tehát egy széles, az agria speciális mentők segítsége nélkül nem valósulhatna meg. Jó, hogy az egyesületnek a 30 tagja oda megy és segít a szervezésbe, megszervezi a versenyt, de ezek nélkül nem lehetne megvalósítani. Tehát mondjuk egy konkrét sportrendezvény összehozása, hogy úgy mondjam, az körülbelül 60-70 embernek a munkáját dicséri, hogy úgy mondjam. Tehát annélkül nem valósulhatna meg. Egy szélesebb városi összefogással tud ezt megvalósulni. És gondolom az egész Eger ünnepe is ezt példázza, az összefogás. Érhetően az... a többi program is. Igen, gondolom a kulturális programoknál is. Az összefogás mellett az egymásra figyelés is nagyon erősödött, szóval ez olyan finom rohangulás sok feladatát jelenti, de jó érzésben. És előrevetíti a következő 20 évet. Kicsit sportosabban fogalmaznak, egyfajta erőt is felmutat egyébként a civil szervezetekben lévő erőt, kreativitás mindenképpen. Eger amúgy is élen járt ebben, igen, tehát igen. Mindig példát mutattak a civil szervezetek, a civil, az Eger ünnepe is, akkor ez most a 20. ezt megerősíti, ezt igen. A szellemiséget. Ugye láthatjuk, hogy nagyon sokrétű a program, kiadvány is készült, szórólapok, hogyha valaki tájékozódni szeretne részletesen, hol találhatja meg az idei Eger ünnepe programjait? Megtalálható az Egri Civil Kapun, az ecik.hu Eger ünnepének Facebook oldala van, és az egri különböző portálokon. Egyébként nagy példányszámban jelenik meg a szórólap és a plakát, eljut a Szuperinfon keresztül családi otthonokba is, meg hát a civil szervezetek honlapjain keresztül egymásnak juttatjuk az információkat. Ha még valaki szeretne jelentkezni, vagy a szervezőbizottsághoz, vagy a programokhoz, vagy van még ötlete, megteheti? A finom ötletet saját erős kivitelezéssel úgy gondolom, hogy igen, de akkor ő lesz az első a következő évi program szervezők listáján. Tehát akkor most már csak inkább látogatókat szeretnének. Így igaz. És minél nagyobb számban. Tehát akkor még egyszer Eger ünnepe szeptember 18-19-20-a, tehát ez péntek, szombat, vasárnap, és hát reméljük, hogy nagyon sokan ellátogatnak, érdeklődők, versenyzők, kiállítók, családok, és reméljük, hogy az időjárás is kedvezni fog. Igen. Reméljük. Talán mondjuk még érsekkert. Igen. Ugye ezt nem mondtuk, de ugye már tehát pár évvel ezelőtt az érsekkertben volt. Igen, tehát... szombat-vasárnap mindenképp az érsekkertben. Az a központja, az a szíve, hogy úgy mondjam, a Eger ünnepének ott dobog a legtöbb. Nagyon belaktuk a helyet, ja. Nagyon kellemes. És reméljük, hogy 20 év múlva ki is növik majd. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi is köszönjük. A lehetőséget. Kedves nézőink, Civil Idő magazin műsorunk ezzel véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.